komoly meccs volt, szerintem elég jó hangulatú meccset játszottunk azon a napon. Én kifejezetten örültem annak a meccsnek, elég jó játék volt. Gyors, robbanékony ilyen meccset tudtunk játszani a Debrecennel, és a végén jó is alakult, szóval örült a csapat. Ugye most már csak 2 forduló van hátra a pontvadászatból, alapszakaszából, és azt mondta is vezető edzőnk, hogy azért ez a következő mérkőzés, ez egy komoly értékmérő lesz az Zalaegerszeg otthonában, így a rájátszás előtt. Milyen találkozóra számítasz most? Hát egy eléggé pikáns meccsre számítok, az biztos. Ott az Zalaegerszegen azért jó a hangulat, szóval egy jó mérkőzésre számítunk. Fizikailag jó állapotban vannak szerintem az zalaegerszegiek, szóval nagyon fel kell készülnünk arra, hogy jó meccs lesz. És hát, ahogy mondtad, jó formában, hiszen a Falkót is legyőzték a legutóbbi fordulóban. Igen, egy nagy meglepetés volt az, hogy az Zalaegerszeg otthonában megnyerték a Falkó ellen. Ez csak talán az bizonyítja, hogy a Falkó is egy verhető csapat. Ugye 2 forduló van hátra, élesedik most már a csapat a rájátszásra? Hogy érzed, mennyire téma az öltözőben a playoff? Élesedik el a csapat, abba biztos vagyok, mert egyre jobban összeszokik talán a banda. Mivel a kupán sajnos nem tudunk részt venni, ez egy jó alapot ad majd arra, hogy hogyan fogunk majd a playoffba indítani.